Egy újabb szép nap a Minecraftban. Ezen a gyönyörű pályán. Azt a milyen gyönyörű. Baj! Mi az a borzadályos építmény ott abban az égben? Egy ilyen undorító, ilyen plöttyenek. Máté! Megnézted, hogy mennyi like volt a videón? Hogy mennyi létrát rakhatsz be? Ha? Ó, tényleg amúgy. 5400 like van most az előző videón. Jelenleg, amikor fölvesszük ezt a videót, szóval 25 létrát berakhatok. Let's go, srácok! Nagyon sok létrát összehoztatok, és ne felejtsétek el, hogy ha ezen a videón is amennyi like lesz, annyi létrát rakhatok le. Az ja, 1000 like-onként 5 létrát. Szóval lesz is lájkoljátok ezt a videót, srácok, mert 1000 like-onként 5 létrát lerakhatok. Ugye az előző videón most 5000 like gyűlt össze, és 25 létrát rakhatok le. És Máté, fordulj meg! Mi az? Hey, nincs ingyen tutyi. Igen, nincsen ingyen tutyi. Micsoda? Ó, azt amúgy már kezd alakulni így a... Itt a... Ez az első hely, itt tök jól néznek ki ezek a repülő dolgok, kivéve azt a szardarabot ott azon a szigeten, de nem baj. Ja, ilyen égigérő srácok... szardarab. Nézz úgy, hogy látszódjon a sötét torony mögöttem. Minden 1000 lájkkal, 5 létrával közelebb juttok. A titkos torony titkának felfedéséhez. Olyan titkos dolog van odabenn, amit még elképzelni is irtózatos. Úgyhogy... Lájkoljátok csak a videót! Náló srácok, ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, méghozzá a 46. Let's go! És mivel ez a 46. rész, ezért a 46. részhez méltó dolgokat kell csináljuk. Mit műveltél? Megdobtalak tojással. Mert te ennyit érdemelsz, hogy megdobáljanak téged tojással. Máté, adjam a tűzijátékot. Ja, adok tűzijátékot. Még a maradék tűzijátékokat megcsináltam, a maradék puskaporunkval, ugye láthatjátok, hogy már csak ennyi puskaporunk van, és ugye az előző videóban kiderült, hogy a repülőfák múzeuma azt a feladatot adta nekünk, hogy építsünk egy creeper farmot, és ehhez ők lesznek segítségünkre. Hello! De a repülő fenyőfa adta, csak a repülőfák múzeumában kaptuk a feladatot. Azt érzem, hogy milyen hangulat is ez az ablak itt, nem? Ja, nagyon jó. Itt beesik az eső? Aha. Ide építsünk már valami ilyen bejárat, hát kertet. Kertet kéne ide. Hát jó, csak kell valami ide, valami igen, igen, elválasztás. Ide kell valami elválasztás. Szóval, láthatjátok, srácok, hogy itt van mini műtyűr és mini gigantika. És mivel gigantika az 6 szó királyabb, mint a műtyűr, a csicska műtyűr, nem, a műtyűr a legjobb macska ezért ever. Kell őket még szaporítani, hogy legyen még több kismacska, ugyanis legalább 4-re van szükségünk egy creeper farmhoz. Hát igazából akármennyi lehetne, de minimum 4-re van szükségünk, mert 2 szintesre szeretném azt a creeper farmot, amit az előző sorozatban is építettünk, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Na, megnőtt a mini műtyűr. Komoly. De van még egy mini műtyűr. Szia, mini műtyűr. Na, én megyek egy kicsit megfürdök az esőben. Jó, fürödj meg az esőben. Oké. Krisztián, egy csomó minden dologra lesz szükségünk a macskákon kívül is. Egyébként nem egy nagy projekt, ez pár perc alatt meg lehet építeni szerintem. Építsük most valami vadabb blokkból, Krisz. Szerintem érdemes lenne valami vadabbból, mint például... Milyen vadabb? Hát tudod, hogy nem ilyen egyszerű ilyen stone brick, hanem ilyen vadabb. Miért vetted a fejét szegénynek? Most még... Mi a probléma? Krisztián, meg is találtam szerintem a megfelelő blokkot ehhez a creeper farmhoz. Deep Slate formájában. Szerintem abban jól néz neki, nem? Hát, elég jó amúgy. Szerintem legyen Deep Slate-ből, az meg méltó. Hogy nézel ki? Na megjöttél, csicska. Nem, viszont most jutott eszembe valami, adj csak ide. Mit? Ja, várja, adjál két dragon fejet, és várja. Szerintem arra nem lehet rárakni. Vagy rá lehet? Let's go! Let's go! Osz. Let's go! Azért ezek védelmezik itt a cuccainkat, azért ez elég epik, nem? Ja, amúgy Máté egy Minecraft mítoszt most leteszteltem, és működik. Na és mi az? Az, hogy ezen gondolom van thorns, ezen a vérten, és megütöd, és ugyanúgy visszalök.
És tényleg. Ezt gondolod volna? Let's go, az milyen király már? Ja. Szóval ez a mítosz. Igaz. Na várjál, akkor ezeket berakom ide a... Ez a szörnyes ládába rakom ezeket a skullokat is. Oké, okay, na akkor szerintem el is kezdem gyártani ezeket a deep slate-es dolgokat. Egy helyet kellene még kiválasztani, hogy hova építsük. Nem tudom, mondjuk a mang, ahova a mangrove fát ültettük, a fölé. Krisztián, viszont egy nagyon fontos kérdésem van, szerintem ez mindennél fontosabb, enélkül el sem szabad kezdeni. Ez a blokk, vagy ez a blokk? Ez a kicsebb. Oké, okay, akkor abból le is gyártok jó sokat, bár szerintem nem kell annyira sok, Fújócska, de... hol vagyok? Nem baj, Krisztián. Viszek magammal azért egy stone cuttert a biztonság kedvéért. Hol vagy? Hát nem tudom, már hogy hol rám vagy. Néztél. Már egyszer rám néztél. Kés, kés. Langyos. Langyos. Még kevésbé langyos, már hideghez közelít. Kés. Jó, hideg, hideg. Jó, langyos. Langyos. Jó, meleg. Meleg. Hú, nagyon meleg már. Nagyon meleg. Jó, most kicsit megint a langyos felé megy. Oké, és meleg, meleg. Hú, forró. Ez remek volt. Na, hát most volt a legnehezebb megtalálni, amikor a legláthatóbb helyre mentél. Szóval viszek egy stone cuttert, és kelleni fog egy rakás trapdoor is, meg szőnyeg. Szóval hát ez a 17 white carpet, ez bőven elég lesz, de mindegy, majd meglátjuk. Még azért ezeket is elviszem a biztonság kedvéért, mert tök mindegy, milyen színű carpet kell, hogy legyen, az a lényeg. Jó, na, akkor kell még nekünk trapdoor, itt még szerencsére Krisztián megépítette azt a égigérő szart, mert akkor nem lenne ennyi fánk. Ja tényleg, égigérő szarról itt eszembe, hallod? Ma van a születésnapod. Nem, nem teszed be a létrákat? És miért lenne ma a születésnapom? Hát mert a égigérő szarról ez jutott eszembe a te születésnapod. Nem teszed be a létrákat? De berakom. Be. Ho, oh, előre le van gyártva. 25 Komoly. Létra. Let's go. Aszta. Ja, ezt te csináltad? Nem. Mivel még van egy kicsi rakétánk, ezért elrepülök, hogy ne legyen olyan sok idő. Miért esik folyton az eső ebben a játékban? És itt vagyok. Na, és akkor meg kellene nézni, hogy melyik. Aj, de jó, hogy nem látni. Fúj! Hogy lehet ilyen fast építeni? A közepén van. Szóval ennél a blokknál. Jó, akkor ide elkezdem rakni. És akkor ezt a 25-öt le is rakom. Azt a srácok, mennyi lájkot összegyűjtöttek. Ez hogy jött elő? Jaj! Hú! Ajaj, már túl magasan vagyok. Hát, mondjuk még azért még magasabbra kell majd másszak. Hát, ez egy egész. Ez a 25 blokk meg is volt. Igen, ez egy egész magas. Sőt, ez egy nagyon magas. Teljesítmény, nézzük meg, hogy ez mennyit számít a 319 magasságból, vagy 240, vagy milyen, nem is tudom már. Azt a rohadt. Hát, Krisztián, ide kell még majd szufla. Na mindegy, most a Creeper Farm-mal kell foglalkoznunk, mert most jelenleg a feladatot kell teljesítenünk, amit a repülő fenyőfa adott. Úgyhogy menjünk. Szóval akkor kéne menni egyet aludni, Krisz. Úgyhogy menjünk aludni. Esik a hó, mi a franc? Miért esik a hó a tenger fölött? Betakicálni? Nem tudom. Mi? Majdnem meghaltam. Jó, na aludjunk. Vele kell még egy macska. Azt gyorsan megcsinálom. Miért van feketeség? Miért van itt fekete? Vidd már ezt a büdös macskot! Nyugi! Nézzük meg, srácok, hogy mit hoz a gigantika, miután aludtam. Gyere, gigantika, jó van, hozzá valami finomságot! Csirkét hozott. Ügyes vagy gigantika? Csirkét hozott? Nekem nem tudom, mit hozott. Neked semmit, mert nem ültetted fel a macskádat. Na. Oké, okay, megvan a 4 macska, ezeket majd át kell oda vinni a Creeper Farmhoz, de először építsük meg. Szóval, akkor gyere velem, Krisz. Jó, túléltem. Akkor építsük meg ide a mangrove fához. Igen, jöjjön a mangrove fához, és mivel 320-as magasságon és 200 blokkra teremnek tőled a mobok, ezért úgy kéne, hogy magát a Creeper Farmot is magasabbra építeni. Ja, tényleg el is fejtettem, hogy nekem már full netherite cuccom van. Még nem is volt rajtam a full netherite ruha. Azt a XP-t kaptál. Let's go! Cover me in debris. Azt get a full suit of netherite armor. Szerezz egy full netherite armort. Máté! Tökéletes. Állj meg! Na? Nézd ide! És megdobtad a saját álladat.
Kezdj el éppen. Na, akkor itt vagyunk, most hát felveszem most a mellényemet, most úgyse kell repülnem. Oké, na kezdjünk el építeni, szerintem ebbe az irányba, ha elkezdem építeni, úgy jó is lesz. Innen ki kell írtani minden füvet. Hoztál elég materiált? Igen, hoztam. Bőven hoztam, pillanatok alatt megépítem. Van egy kis segítségem, hogy lefényképeztem az előző creeper farmot, hogy milyen shape-ben kell építeni. Lehetőleg homokra nem kéne ráépíteni, szóval akkor innen fogom elkezdeni. Jó. Milyen szélesnek kell legyen? Amúgy meg kéne néznem, mert nem tudom, berakom ide magam mellé. Szóval azt mondja, hogy 1, 2, 3, 13 blokk hosszú, vagy széles. 1, 2, 3, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt mindkét oldalra. 1, 2, 3, 4, 5. Aztán 3 blokkot bejön. Itt elmegy egyszer, aztán megint 3 blokk, és itt megint 5 blokk. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, és akkor így ezt a shape-et kell majd így fölvegye. Ez így jó is lesz. Jó, meg is van építve ez itt, és akkor úgy kellene megépíteni ezt a cuclit, hogy azt hiszem így kell lerakosgatni ezeket a... Remélem ez még működik amúgy, ez a creeper farm, hát de csak működik, nem? Ezek a szőnyegek azért kellenek, hogy a pókok ne tudjanak beteremni, mert ugye két mob van, ami egy trapdoor alá befér, a creeper meg a pók. És a pókokat úgy lehet meg... akadályozni, hogy beteremjenek, hogy ilyen szőnyegeket lerakunk, mert akkor, mert azt hiszem csak egy 3x3-as blokkra tud ráteremni, és itt nincs 3x3-as blokk. Ezt ugye itt ki kell ásni, ide be is kell rakni a trapdoorokat. Ha egyből működni fog a creeper farmod, igen, akkor nyersz még 5 létrát. Na, mit szólsz? Oké, jó. Egyből működni fog, mert tudom, hogy kell megépíteni. Igen, na, múltkor is ezt mondtad, az taxi sem működött. De működött. De, hogy működött. A legutóbb még úgy csináltuk meg, hogy még nem is volt itt ránk, mert emlékszem, hogy azt ilyen bambusz scaffold. Igen, mondjuk most is csináltunk. Jó lenne azzal, de most fölösleges, mert már van itt ránk, szóval. Meg már így lesz puskaparunk is, szóval az igen, is fölösleges lesz. Jó, na hát akkor egyből működik, akkor plusz 5, és akkor már 30 létre lesz. Na, megépítettem 2 blokk magasra, oké, és akkor most jönnek a trapdoorok, amit itt fogok elkezdeni. Hát remélem, hogy elég lesz, de Chris, csináljál meg nekem trapdoorokat. Csak Dark Oak trapdoort kell csinálni, ezt Oakból kell, és alsó felébe a crafting table-nek be kell pakolászni. Oakból kell? Tehát Dark Oak, tök mindegy, csak trapdoor legyen igazából. Azért Dark Oak, mert abból van a legtöbb most. Hát igen, de kéne az a sneakes. Mert farmoltam a titkos toronyhoz. Hát ez baromira nem lesz elég, Krisz, ebből még nagyon de sok fog kelleni. De slevet csinál, berakom alulra, nem? Alsó felébe. Az nem a fele, az a kéz. Alsó kétharmadába. Kétharmada. Csak azért mondtam, hogy felébe, meg gondoltam, hogyha jobban megérted, de nem értetted meg úgysem. Itt lehet majd lemenni, megnézni, hogy... Mennyike? Hát 264 mondjuk, vagy 364. Na, itt lehet majd összegyűjteni a creeper puskaporját, és ahhoz viszont egy csomó dolgot meg kell csinálni. Rosszul csináltam. Ez remek, akkor vissza az egész. Jó, és megvan, így most már jó lesz. Oké, na, ez amúgy tök jó padló. Nézd már. Tényleg jó néz ki, nem mondom. Kösz. Hát ilyen hajó, a hajóba teheted, hajópadló. Amúgy ja, hajónak ilyen padlója kéne legyen. Máté, jól nézek ilyen sárkány felje, hogy repkedek? Aha. És itt tátoksz. Na, ezeket is gyorsan berakom. Máté, majd kéne streamelni. Igen. És átcsinálni a dinnye farmot, hogy jó legyen. Dinnye farm átcsináló streamet tartani? Igen, hogy ilyen egyenes legyen, tudod. Aha. Mennyi idő még megcsinálod ezt a pén a farmodat? Hát egy azért van, lesz idő. És csak kapsz egy jó nagy pofont, akkor hamarabb megcsinálod. Állítsd már le magad, bakker. Megkérdezem a repülőfenyőfát, hogy adhatok-e neked egy nagy pofont. Szia repülőfenyőfa, adhatok egy nagy pofont a Máténak? Igen. Nem, ez oké, és na, azt mondta a repülőfenyőfa volt, ez te voltál. De ez a repülőfenyőfa volt? Na, ez nem a repülőfenyőfa volt, ez te voltál. Mi? Te voltál. Tudod, mit mondaná a repülőfenyőfa? Azt, hogy... Dehogy is, a Máté nem érdemelni meg, hogy pofont adj neki. Na, ezt mondaná. Na, jó van. Kapt és ezt is mondta, hallottad? Ez a repülőfenyőfa hangja kaptad volt. Kaptad is a pofont, mert hogy a repülőfenyőfa azt mondta, hogy felpofozhatlak. Hú, ez sokkal jobban néz ki, mint a Cobblestone az első évados. Nem Cobblestone volt, hanem az a Bane of Stone. Máté! Júj! Fákják! Mielőtt elfejtem.
mert elkezdenek beteremnek creeperek. Na! Hát de nem azt akarjuk, hogy beteremnek a creeperek véletlenül. Igen, de nem a farm készítése közben, te nagy okos. Itt csinálok egy ilyen kis folyosót, ahol el tudnak menni a creeperek. Hallott, Krisz, hozzám egy vödör vizet. Máté, tök jó jutott eszembe, gyere! Nézd, hogy innen kell indulni. Innen kell indulni. Ott most mit nem csinálsz? Tud feljönni a létrán a zombi? Nem. Jó, na, és körbe kell futni, és aki előbb leesik, az a béna. Jó, én inkább csinálom a dolgomat. Na. De körbe kell futni, és aki előbb leesik, az a béna. Na, mehet. Oké. Okay. Én már két kört futottam. Kés de csaló! Na. Aki több kört fut, az a király. Francba, három kör. Na, most te jössz. Én három már kört. Megépítettem én majdnem az egészet. Én három körig jutottam. Az többet ér. Én három körig jutottam, mutasd most, te meddig jut. Sem eddig, mert nekem dolgom van, én nem ilyen baromságokkal fogok. Hey, falusi zombi! Falusi zombi! Igen. Let's go, akkor fogd már el. Hogy? Jó, elfogom. Csinálsz egy csónakot és belerakod. Ja, hát jó, de nincs nem fa. Ja, itt melletted itt marad, nem? Mert akkor hazamegyek. Szóval ezt a második szintet, ezt teljesen ugyanúgy kell megcsinálni, mint az elsőt. Csak ugye itt ez lesz a talaj. Ez, amit most építek. Ez a szint lesz a talaj. Jól van. Na. Ide akkor berakom a trapdoorokat. Szépen végig. Hus, 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 hus. Igen. És akkor építem tovább a falat, ami megint két szintes lesz. És az a jó ebben a farmban amúgy, hogy még szinteket rá lehet pakolászni. És az is ugyanúgy működik utána. Jól van, na megépítem a tetejét, ami deep slate slabből kell, hogy legyen, ugyanis... Ja, még előtte berakom a szőnyegeket is. Aha, hát ez a szőnyeg se bőven nem elég, úgyhogy ide majd még kell. Na mindegy, az nem számít, hogy milyen színű, az a lényeg, hogy szőnyeg legyen. Na, három darab szőnyeg kell még, Krisz, hogyha tudná hozni, az jó lenne. Szőnyeget? Hát megpróbálok. Hogyha valaki kérdezi slabbel, azért rakom így be a tetejét, hogy ne teremjen rá a mob. És ez fontos, ugyanis a tetejére nem szólt, hogy mob teremjen, mert az nem jó. Ja és mit legyen. Szőnyeget vigyek? Hármat? Aha. Pink wool, grey wool, olyanunk van. Tök mindegy három darab, tök mindegy, hogy milyen színű. Lehet pink, grey, meg white. Remélem ennyi már elég lesz, ide már nem is kell jönni le. Jaj, de megijedtettél, te nyomara. Szívesen, na nézd, Máté. Jó, rakd be ugyanarra mintába, ahogy ott a van, másik van. Oldalt. Vedd föl. Rakd be ugyanarra mintára, ahogy nem a másik akarom oldalt. Én berakni, te rakd be, mert ő. Te... Ezt a pancsert még berakni se tud semmit, na. És akkor én... Megkérdezem a barátunkat, hogy ott hívják. Hát szerencsére még hívják valahogy. Mit műveltél? Hát rám jött a hülye creeper. Hát és... öld meg! Jó, de benn voltam az inventoriba! Hát ne az inventoriba legyen, amikor támad egy creeper, hogy lehet ilyen baromnak lenni. Na mit kell éjszaka építkezni, hülye gyerek? Jó, na, szóval itt már végzek is, és már csak a macskákat kell majd behozni, Krisz, és kész lesz, mit szólsz? Szóval ja nem, hülye vagyok, még a megölős helyet is meg kell csinálni. Azt majd így később kiszépítem most egyelőtt csak a funkcionalitása szempontból. Fontos, hogy meglegyen. Jó, oké, és akkor most kell hozni a macskákat. Kell ide erre a szintre is hozni egyet, meg ide az alsóra. És mivel itt meg ki vannak világítva, ezért nem lesz itt mob. Oké, és itt körülötte is végig mindenhol ki kell fákezni, de úgy látom a Krisztián ezt megtette, úgyhogy tök jó. Mi az a izé, a narancsárga bíkön, vagy mi a franc az? Nem tudom. Ja nem, az a fasad. Ja, értem. Az égig érő fas. Lefaslak én mindjárt. Ugye na nem Máté, halt meg Mrs. Spark kérdezzük Tickuler. Meg, kérdezzük meg, hogy mi a neve. Az a neve, hogy Mrs. Kérdezz Spark meg, kérdezz meg, hogy mi a neve. Jó, mi a neved? Hello, a nevem Mrs. Spark Tickuler. Vörös Marti Sebestyén. Ez a neve? Ez a neve. Skomoly, hello Sebestyén. Hello Sebi. Sebi. Sebi baba. Na, jó van Vörös Marti Sebestyén, akkor majd beviszünk a üzébe nem sokára. Meggyógyít a Máté. A Mrs. Particular, az sokkal viccesebb lett volna. Oké, okay. Ja, hát meg közel se vagyok kész. Hülye barom, hát szóljál már rám. Srácok, köszönjetek Vörös Marti Sebestyénnek. Máté, te is mondd a srácoknak, mert rám sose figyelnek. Hát, nem véletlenül. Várjál mindjárt. Mondd már a srácoknak. Jó, csak most építek, most fejedj már be a baromságodat. Nem értek a Vörös Marti fosestjén. És ez milyen izé lesz ez? Ez milyen falusi lesz? Hogy mondtad Ciet, hogy nem érdekel a Vörös Marti Sebestyén? Mert most építek, most ő egy új ember, őt nem, most még nem érdekel, majd ha mutat valami újat, akkor majd érdekel. Izének kéne lenni a Vörös Marti Sebestyén, de szerintem.
hogy mondják azt. És ez milyen? A 1800-as évekből jött? Igen, nem látott, hogy ilyen farmer ruha van rajta. De tudod, mihez is ért? Nem. Az íjászat. Úgyhogy ő nem lesz más, mint... De nem, az a izékát volna legyen. Vadászpityú. De mi az, hogy a vadászpityú? Most, hogyha jön hozzánk egy Fletcher, és úgy hívják, hogy Vörös Marti sebesként... ez nem volt még elég ez a trapdoor. Akkor mi van? Jó, hát tele vagyok a Dark Oak Plank-kel, szóval csinálhatok még. Oké. Okay. Hát Vörös Marti sebesként onnan gyütté. Szerintem Salgó Tarjánból. Aj, valami város névesemből. Tápiószecsőről jött, azt mondta. Tápiószecsőről jött? Igen. Szóval, akkor már csak ide kell hozni a kismacskákat, és meg kell építeni a leesős chambert. Szerintem a Vörös Marti sebestjén az jobb farmot építeni, mint te. Jó, akkor kérd meg őt. Ja, nem okay. Tud. Haha, akkor mégsem. Vörös úr. Vörös úr! Vörös Marti úr, építsen egy creeper farmot! Jaha! Jaha! Na, azt mondta, hogy jó. Nem, azt mondta, hogy jaha. Na, azt mondta, hogy jó, akkor Máté fejezd be. Azt mondta, hogy jaha. Akkor ezt bontjuk le, és majd ő épít egy újat. Azt mondta, hogy jaha. Szóval, mi akkor... nem akarod lebontani, mi? Mert félsz, hogy jobbat épít, mint te. Nem tud jobbat építeni. De. Akkor építsen jó. Mellé. Jó, akkor bontsd le. De nem. De nem, úgy nem tudjuk megnézni, hogy melyik a jobb. Építsen de mellé. Na. Hát, de először neki kell felépíteni, mellé. Mert akkor azt fogod mondani, hogy rólad másoltam. Szóval bontsuk le a tiédet, és úgy. Nem tudok tőled dolgozni. Jó, csicska van, akkor gyerek. Dolgozzál, meg beszélek a Vörös Marti sebestjénnel. Jó, van, beszél a Vörös Marti sebestjénnel, én hoz... Hello. Hello, Vörös Marti sebestjén. Hát eltűnt az Enderman, mert fél tőlem, hát természetesen. Visszaveszem a szárnyamat, és hozok kismacskát, campfire-t, ládát, meg tölcsért. Aminek most angolul valamiért nem teszem be a neve, de mindegy, magyarul kell mondanom. Na, szóval kell hozzá nekem vas, ahhoz kettő kell. Kell hozzá nekem chest, az pont 4 kell, szóval az itt a keletes. Tölcsért fogok csinálni, kettő chestet, meg kettő darab campfire-t, amit botból lehet, plankből, meg szénből. Jó, ja, logból, nem plankből. Barom állat. Ja. Na, oké, ezeket gyorsan visszapakkolászom. Jó van, és akkor mehetünk is vissza. Ja, meg még a macskák kellenek. Azok nagyon. Szerintem meg is nőttek a macskák azóta. Hú, mindegyik megnőtt. Let's go, mini műtyűrök és mini gigantikák. Gyertek csak velem! Ezen a mangrove fán át lehet látni. Igen, hát az nem a fa, az a rútja, az a gyökere. Hát mindegy. Csak át lehet rajta látni. Hú, ide jött mindegyik, let's go, na gyertek. Kettőt leültetek, és kettő pedig jöjjön be velem ide. Oké, egy ide lecsücsülhet. Ide kell üljön, ugyanis itt kell eliesz a creepereket oda befelé, hogy ide leessenek, és ott meghalljanak majd. A másikat pedig átviszem a másik oldalra. Gyere csak velem. Ne! Hülye idióta! Beesett a hülye macska oda, mert hülye. Miért rejtetted be? Na, gyere csak minden. Ki. Oda betalom a helyére, hogyha tolnáz a nyomorék. Jó! Itt is van a helye. Ezt itt visszanyitom, mert ez fontos, hogy vissza legyen nyitva. Majd még a fáklyákat kiveszem, de még egyelőre nem fogom. Jó, és akkor jöhettek ti ide föl. Krisztián, nézd, azt told már oda be a fáklya alá, létszik. Ha nem tudsz mozogni a szőnyektől, akkor guggolj le, mert akkor át tudsz menni rajta. Oké, és na, betóltam. És közott okay, marad? Jó. Kész. Ezeket is visszanyitom, oké, megyek, és azt még nem nyitom vissza, mert a fákját majd ki kell ütnöm, és akkor megcsinálom gyorsan még itt ezt a maradék tetőt, várjál. Jó, ide még be kell majd jönnöm, a deep slate az már nincsen, de akkor megcsinálok. Jó, még pont 2 slap kell, tökéletes. Úgy. És akkor majd meg ide vissza kell raknom, hogyha kivettem a fákjákat azután. Minden tökéletes, várjál, azért megnézem. Jó, berakom az ölős... campfire-t. Máté, nézd, úgy futok, mint egy állat. Hát ez gyönyörű volt. Hát úgy futottam, mint egy sárkány, mikor fut. És 4 lábon. Oké, ezek meg is vannak. Ezt így ide berakom. Így, csak hogy lássam a lábát a creepereknek, ahogy halnak. És elvileg ennek így működnie kell. Csak annyi, hogy ne torlódjanak oda fel. Oda kéne rakni egy slabet. Szerintem.
Mert oda rakok egy szlebet, akkor oda nem fognak feltorlódni a creeperek. Mert az előzőnél az volt a probléma, hogy itt mindig így feltorlódtak ott a creeperek, és ott így fönnálltak, és nem akartak tovább menni a tűzbe, de szerintem ez így meg fogja oldani ezt a problémát, mert ugye így leesnek, és itt tovább lesznek tolódva. Hát remélem, hogy ez így megoldja, szóval... Oké. Okay. De az előzőben kettő... Vagy kék tűz volt, nem ilyen sárga. Igen, de az azért, mert olyan volt nálam hirtelen. Ja, értem. Igazából az nem befolyásolja. Jó, na akkor kiveszem a fáklyákat, és szaladjunk kifelé, mert akkor meghalunk, hogyha itt benn maradunk. Hát nem spawnolnak azok ide. Nem hagytam sehol fáklyát? Jó, oké, ezt itt visszaraktam, és akkor ezek kellenek még. Jó, ezt is visszarakom, így minden tökéletes, jól van, még ez az utolsó fáklya. Let's go, full sötétség lesz elvileg itt benn. A macskák a helyükön vannak, despawnolni nem fognak, mert őket nem kell elnevezni. Így kész van! Kész egy működőképes creeper farm, már csak azt kell megcsinálni, hogy az égbe kell csinálni egy ilyen AFK helyet, ahol tudunk várni, hogy a creeperek teremjenek. És ezt most már tényleg szépre oda meg kéne csinálni, hogy ne ilyen ronda, ilyen plató legyen ott az égbe, mint az előző sorozatban. Szóval ehhez hozok szerintem 60, 2x60 darab földet, ugyanis 120 blokk magasra kell fölmenni. És mivel van szárnyunk, ezért nem kell majd ilyen bambusszal megoldani, nem föl tudunk majd repülni. Jó, meg is van a 2x60 föld, és akkor gyorsan meg is építem az AFK helyet. Kriszte, jössz velem? Akkor indulás! És elvileg teljesen kész van a creeper farm. Már csak föl kell menni magasra, ez azért kell, hogy a földben lévő mobok ne teremjenek igazából ennyi. Ja, és ide majd kell valami kapu, vagy ilyesmi, hogy ne tudjanak bejönni a mobok, miközben nézed a puskapartot. Vagy csak ki kell világítani az egész szigetet. De amúgy lehet itt nyugodtan, de amúgy ezt a szigetet is megcsinálhatjuk majd ilyen szebb hát egy szigetre. Hát egy idő után, ja, be kéne építeni az egész. Ezt is majd lehetne magasabb szintűre, meg ilyesmi. Jó, ennek a tetejére szeretnék szállni, így, és innentől fölépíteni a közepéről, mondjuk innen, és akkor elkezdem pakolászni a 2x60 földet, hogy 120 blokkra fölmenjek. És hoztam még magammal földet, hogy tudjak egy ilyen kis szigetet építeni, hogy föl tudjunk majd menni mindig. Csak hogyha ott maradsz, akkor nem fog működni. Majd föl kell jönnöd hozzám. Hát fölmegyek, hozzám. Csak ha először a platform legyen meg, majd hogy repüljék az a fő hozzám. Jó, fölértem a felhők fölé. Na jó, nem. Pont a felhőkre, de ez így nagyon idegesítő lesz. Úgyhogy szerintem még egy blokk, még pár blokkkal fölmegyek, mondjuk egy, kettő. Hozzak egy blokkot, szerintem jó lenne magasabbra menni, nem? Nem jó magasabbra, mert akkor meg már azok se teremnek be ott. Hát de azért is 210 blokkot mentünk. A Netherben. Nether farm. De az más, az nem az, nem azt jelenti. Ez most úgy van, hogy ugye távol kell legyen a creeper tőled. Mhm. Ajzén meg nem kell távol legyen a piglin tőled a Netherben. De nem, ez azért van ez is, hogy ne, hogy a creeper spawnoljon be, és ne a többi mob. Igen, pontosan. Na, jöhetsz, Krisz. Egész egyszerűen le lehet szállni, én azt gondolom. Hello? Hello? Hello! Épp vagy. Na várjunk itt egy kicsit, Krisz, és akkor nézzük meg, hogy mennyire teljesít jól a creeper farm. Néhány perccel később. Én elkezdem itt lebontani alattam a földet, hogy ne legyen itt ez a nagy rúd. Hú, hát erre most kíváncsi leszek, mert amúgy nem néztem róla semmi segítséget, annyit néztem, hogy milyen kell legyen az alakja igazából. Ja, és kapok 5 létrát, srácok, ebben a videóban még. Hogyha jól sikerült. Hopp, nem hallok creeper halást, ez gond. Mert nem elég, nem mentünk elég magasra. De 120 blokkra kellett menni. Hát 3 gunpowdert termelt, szóval működik. Leestem és dugik tele volt mobbal, úgyhogy még magasabbra kell menni. Ki kell fáklyázni itt körülöttem. És este igen, volt. És... Szerintem este nem működik. Ha. Mindjárt még egyszer fölmegyek, mert most nappal lesz. És meghal a sok mob, ami itt van, és a Krisztián nem... fogjad beteremtetni a mobokat, most miatta nem működött. Az kicsi az a platform, kell még hozni platformot. Meg még följebb kell építeni, hidd el. Nem kell följebb, 120 blokkra kell, te ökörbarom. Nem annyira kell. 120 blokkra kell, fogd már fel! Megnéztem, és 210 blokkig teremnek tőled a mobok, szóval még 90 blokkig lefele teremnek a mobok. Hülye creeper!
Jaha, ennyi vagy, csicska. Na, lett 9 gunpowderem, ez így eddig effektívebb, mint a Creeper Farm. Na, Krisztián, menj el innen, vagy valannan menjél el innen. Építs följebb. Nem építem följebb, mert nem kell följebb építeni. De. Jó, most nem látok semmi mobot odalent. Na, el is telt a 3 perc, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt. Hát akkor még eszek, mielőtt elkezdek lezuhanni. Juhihá! Megint nem hallottam halni Creepert. Igazából csak annyi történik, hogy működnie kellene, de nem működik, mert csak úgy valamiért. Ja, tényleg, akkor nem kapsz ezért most eszembe. Nem kaptál plusz 5 létrát. Na, jó, akkor még 40 blokka följebb. Az nagyon sok. Az már nem fog a teremni a Creeper. Lehet, hogy már az is a baj, mert fölépítettem 120 blokkra, és 2 blokkat még fölmentem. És szerintem... Nem az a baj. De igen, mert mondták, hogy exactly 120. Szóval akkor az a baj. Nem kell úgy sokáig várni, mert hogyha izé van, akkor azonnal spawnolnak, hogyha működik. Tudod, akkor azonnal spawnol ezer, mint az mob farmon is, tudod, oda is fölnéz, igen. És azonnal spawnol. Mert de spawnol a többi mob, tudod, Máté. Tudod, na, várjál, most tartunk neked egy kis oktatást, jó? Na. Szóval úgy van, hogy despawnol a többi mob, és ugye ezek tudnak csak bespawnolni, azért ide följönni. Azért egyből elkezdenek bespawnolni a mob farmon is, a netherben, és itt is egyből el kell kezdeniük bespawnolni, nem igaz? Uh-huh. Dehogy nem. Nos. Szóval akkor igazából szerintem már leismertünk, és meg is nézhetjük, hogy spawnol. Hát 3 gunpowder volt, és ha most több lesz, mint 3, vagy esetleg halni fog Creeper, akkor... Akkor jó lesz. Nem halt Creeper. És 3. Szóval az a gond, uh-huh. hogy túl magasan vagyunk. Amúgy de az is lehet, hogy nem a földre kellett volna építeni, hanem följebb. De... Akkor jó lett volna. Igaz, Vörösmarty sebestjén. Mondtam én, hogy a Vörösmarty sebestjén az jobb farmot épít, mint te. Itt már egyes a blokk, ezt most négyes. Ugye nem mondott komolyan. Hogy? Hogy Ben, hagytad a like-tot. Pont, szerintem az a baj, hogy 3-mal lejjebb kell jönni. Jó, akkor föl kell építeni azért. Jaj, de azt hogy csináljam meg? Úgy, hogy föl kell építeni, és akkor lejjebb kell ütni magunkat. Jó, 120 blokk. Pont, mert pont kiszámoltam, 60. De amúgy meg is tudom nézni, mert 196, akkor 76, ott kell legyen a teteje. Így most jó lesz innen? Hát ez nem működik. Nem tudom, hogy miért, srácok. Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek miért nem működik. Működnie kell, mert már van benne gunpowder, szóval működik. Csak egyszerűen nem értem, hogy mi baja van. Minden tökéletesen úgy csináltam, ahogy az előzőnél. És amúgy lehet, hogy ez a baj, mert ugye az már egy régebbi verzióban volt. Lehet, hogy már valami más probléma van vele, de láttátok, hogy hogy építem meg. Írjátok le, hogy szerintetek miért nem működik. Szerintem azt kell csinálni, hogy föl kell építeni blokkokat, és mindig meg kell állni egy-egy blokknál, és akkor meg kell állni 10 másodpercig, és akkor felépítünk még egy blokkot, és megállunk még egy 10 másodpercig. És akkor 10 blokkonként lejövünk megnézni, és hogyha lett benne izé, akkor abban a 10 blokkban van. A megfelelő magasság. Van már benne gunpowder, 3 darab. Szóval ennek... Szóval működnie kell a farmnak. Igen, mert mentél föl, és valamelyik blokk, aminél működik, ott betermett a 3 creeper. És akkor termett a 3. Ja, és elvileg várja a tetején így. 75 és fél, szóval 76. Igen. Itt működnie kell, mert pont 120 blokkra építettük azt. De viszont már lehet, hogy megváltozott a játékban, hogy mennyi a... milyen távolról... Próbálgassuk ki, Máté. ...vannak a mobok. Srácok, akkor írjátok le, hogy szerintetek miért nem működik. Remélem, hogy megoldást tudunk rá találni, mert kell ez a Creeper Farm, mert nagyon kell a puskapor. Milyen méltó feladatot adna a repülőfenyőfa, hogyha nem egy olyat, ami nehéz, nem igaz, srácok? Nézzük meg itt a repülő dinnye farmról. Jó. Nagyon kellene ez a puskapor, mert már csak 4 firework raketem van, úgyhogy nagyon remélem, hogy működni fog. Nézzük meg, Krisz! Menjünk oda! Let's go! Hal egy creeper! Nem, csak egy csomó. 2 is! Nem mondod, hogy onnan működik. Működik a repülő dinnye farmról. Akkor... Let's go! Akkor viszont fáklyázzuk ki az egész szigetet, és akkor a repülő dinnye farmról működni fog.
Let's go! De azért írjátok le, srácok, hogy szerintetek miért nem működött. Aj, Krisztián! Fel kell neked robbantani mindig a creepert. Beállítalak téged puskapart farmolni, komolyan mondom.